Biztos vagyok benne, hogy Peter Curtin nyugtalanító esete minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az úgynevezett düsseldorfi vámpír valóban elcseszett ember volt. Amikor átnéztem az ügyét, emlékszem, azt mondtam magamban, hogy ez az ember hogy bírt egy olyan sorozatgyilkos lenni, akinek annyira szadista ízlése volt a vér iránt. De amit akkor még nem tudtam, hogy volt egy másik hasonló ember, aki majdnem 323 évvel Peter Curtin előtt született, és akárcsak Peter, ennek a nőnek is ugyanolyan szadista ízlése volt, mert ami átfolyik az ereinken, az kellett neki. Báthori Erzsébetnek hívták, és beteges tetteiből ítélve azt hiszem, ő is méltó arra, hogy az éjszaka teremtményének nevezzék. Báthori Erzsébetként is ismert vérgrófnő 1560. augusztus 7-én született. Anyja Báthori Anna bárónő, apja pedig 6. Báthori György báró volt. Abban az időben bevett gyakorlat szerint Erzsébet szülei többé-kevésbé közeli rokonok voltak. Vérvonalok a generációs beltenyésztés egyike volt, és sokan úgy vélték, hogy ez a fő oka azoknak a betegségeknek, amelyekben a fiatal Erzsébet gyermekkorában szenvedett. Gyakran többször is súlyos epilepsziás rohamai voltak, és az epilepszia kezelése akkoriban enyhén szólva kissé morbid volt. Az orvosok úgy vélték, hogy ha egy nem szenvedő ember vérét egy epilepsziás ajkára kenik, az végül meggyógyítja. A bizarrság nem állt meg itt, mert azt is feltételezték, hogy ha egy epilepsziásnak olyan főzetet adnak, ami a koponyájuk egy darabja mellett egy nem szenvedő véret is tartalmazza, az epilepsziás epizód végén az potenciálisan meggyógyítja. Soha nem erősítették meg, hogy ez volt az egyik fő dolog, ami elindította a kisgyermek telhetetlen vérvágyát. Egyes források azt is állítják, hogy gyermekkorában Báthori Erzsébet ki volt téve a családja tisztjei által végrehajtott brutálisan morbid büntetéseknek, és az abban az időszakban végrehajtott büntetésekből ítélve fiatal Erzsébet láthatóan kulcstanúja volt számos kivégzésnek, kizsigerelésnek és akasztásnak. Erről a fiatal korban tapasztalható kegyetlenségről azt állítják, hogy Erzsébet későbbi életében elköltett kegyetlenségeinek egy másik oka, bár az ezzel kapcsolatos állítások és kijelentések többségét hivatalosan soha nem erősítették meg. Más vadállítások, amelyeket még mindig nem erősítettek meg, azok voltak, hogy a fiatal Erzsébet sátánizmusra és boszorkányságra tanította a családtagjait, akik belekeveredtek ebbe az állításba. Ezeket az állításokat később az élete során elkövetett elmebeteg cselekedeteinek másik okaként fogják felhozni. Bár ezeknek az állításoknak az igazságtartalma soha nem erősíthető meg hivatalosan, mivel a legtöbb tényt elvesztette az idő, de tudjuk, hogy Erzsébet kálvinista protestánsként nevelkedett, másképpen református keresztényként. Nagyon fiatalon megtanult magyarul, németül, görögül és latinul beszélni. Egész gyermekkorát az Ecsedi várban töltötte testvéreivel, és az is köztudott volt, hogy családja öröksége és nemessége miatt hatalmas vagyonnal és kiemelkedő társadalmi ranggal rendelkezett. Az akkor még 13 éves Erzsébetet gyermekkora végén 1573-ban eljegyezte a gróf Nádasdy Ferenc, és 1575. május 5-én összeházasodtak. Az akkor 19 éves Ferenc és a 15 éves Erzsébet mindketten Sárvárra, Ferenc kastélyába költöztek. Mindössze 3 év házasság után Erzsébet férje a magyar csapatok főparancsnoka lett. Végül háborúba vezette őket az oszmánok ellen, hátrahagyva Erzsébetet, hogy a család számos birtokát és üzleti ügyeit intézze. Mivel férje kiharcolta a háborút, Erzsébet vállára esett, hogy megvédje férje birtokát és egészségügyi ellátást biztosítson a szlovák és a magyar népnek. Míg Báthori Erzsébet feladatai nagy részét elvégezte, nem ezekben az egyetlen tevékenységekben vett részt, mert úgy tartják, hogy ebben az időben Erzsébet elkezdte véghez vinni hatalmas gyilkosságát, hogy szórakoztassa magát és sajnos a helyiek kedvéért. Lakossága ugyanazon parasztok vére volt, amelyet meg kellett volna védenie, és kórosan használta vérszomja kielégítésére. 8 évvel mindezen események után Erzsébetnek megszületett első lánya, Nádasdy Anna. Később még 4 másik gyermeke született, mielőtt férje 1604. január 4-én 48 évesen meghalt. Halála előtt Ferenc egy Túrzó György nevű férfira bízta gyermekeit és hamarosan leendő özvegyét, de Ferenc akkor még nem tudta, hogy ez a férfi vezeti majd a felesége elleni boszorkányüldözést. György volt Erzsébet bűneinek főnyomozója, morbid tettei.
Erzsébet hátborzongott a bűneiről szóló pletykák az 1602 és 1604 közötti években kezdtek el terjedni az egész királyságban. A pletykák már férje Ferenc halála előtt is népszerűek voltak, mivel a név felháborodása riasztó mértéket ért el. A legtöbb bűncselekmény olyan szörnyű volt, hogy nehéz volt elhinni, de amikor Turzó György, Magyarország nádora számos nyomozást folytatott velük kapcsolatban, nehéz volt kétségbe vonni a bizonyítékot, és Erzsébet szadista tettei hamarosan napvilágra kerültek. Több megbízható szolga azt vallotta, hogy Báthori Erzsébet azzal szórakoztatta magát, hogy kórosan kínoszta a lányokat forró vasalóval, késekkel, fogókkal, tűkkel, botokkal és borotvákkal. Télen gyakran belemerítette ezeket a lányokat hideg és jeges patakokba, hogy halálra fagyjanak, nyáron pedig a legtöbb lányt, akiknek volt olyan szerencséje, hogy nem fagytak halálra, bekenték mézzel, és kint hagyták őket, hogy megtámadják őket a méhek és a hangyák. Sokan éheztek és kínlódtak Erzsébet számos kínzókamrájában. Ezeket a kamrákat a grófné rendelte el a várban. A szemtanúk azt is elmondták, hogy ezeknek a lányoknak a többsége 10 és 14 év közötti volt. Mindezen kegyetlen cselekedetek mellett Erzsébetet kannibalizmussal is megvádolták, mivel néhány áldozata arcának egy részét leharapta. A szemtanúk elmondták, hogy odáig ment, hogy leharapjon darabokat szolgái húsából, néha az ágyából, amikor túl beteg volt ahhoz, hogy felkeljen, hogy megverhessen valakit. A vádak innentől csak súlyosbodtak, hogy egyre többen mondták, hogy megégette a szolgálója nemi szervét, tűt szúrt a körme alá, és betegesen bevarta a száját. Úgy tűnik, senki sem volt biztonságban Erzsébet hátborzongató hobbiaitól, mert amikor majdnem kiirtotta a parasztok lányait, akiket szolgává tett, figyelme nemes társai lányai felé fordult, amikor hamis etikett iskolákat szervezett, hogy elcsábítsa ezeket a lányokat, és szadista kínzásnak vetesse alá őket. A szolgáival ellentétben ezeknek a nemesek lányainak távolléte nem maradt észrevétlen, és valahányszor Erzsébetet megkérdezték, hol vannak a gyermekeik, hazudott, és azt mondta, hogy legtöbbjük öngyilkos lett. Mindezekre hátborzongató eseményekre 1610-ben derült fény, amikor Turzó György tanúvallomást tett II. Mátyás királynak. Ekkor kaptak hivatalos parancsot a grófnő alapos kivizsgálására és bizonyítékok beszerzésére. Turzó György két közjegyzőjével, Ciráki Mózessel és Keresztúri Andrással több mint 52 tanúvallomást tudott összegyűjteni, és a nyomozásuk folytatásával a tanúvallomások száma is meghaladta 300-at. A grófnő elleni vádak most tömegesek voltak, hogy az előző panaszokat az evangélikus Magyar István miniszter úr folyamatosan felszaporodó és szemtanú kegyetlen vallomásai mellett úgy tűnt, nem szűnnek meg egyhamar. Csak idő kérdése volt, hogy ez megtörténjen, és bár egy időre késre tette ezt, Báthori Erzsébetet 1610. december 30-án letartóztatták. A bukása. Erzsébetet a Csejtei kastélyban tartóztatták le, amelyet a férje ajándékozott neki. Befogadták négy cselédjével, Újvári Jánossal, Semtész Dorottyával, Jó Illonával és Katarina Benikkával, és őket is azzal vádolták, hogy bűntársai. Turzó György később azt nyilatkozta, hogy amikor bejelentés nélkül megérkezett, hogy letartóztassa, egy halott lányt talált a kastélyban, egy másik súlyosan megvert élő lányon kívül, akit zsákmánynak neveztek. Azt is hitték, hogy Erzsébetet tetten érték egy áldozat kínzásának cselekményén, de más hivatalos nyilatkozatok szerint valójában vacsorázott, amikor megérkeztek, hogy elvigyék. Más állítások is voltak arról, hogy György vérrel borította őt, de ez az állítás azóta bebizonyosodott, hogy pusztán kigondolt. Letartóztatása után Erzsébet fiát és két menyét az a veszély fenyegette, hogy elveszítik Erzsébet minden tulajdonát, mivel a nyilvános vádak és hatalmas botrányok miatt fennállt annak a veszélye, hogy a király lefoglalja a tulajdonát. Hogy ez ne forduljon elő, fia és két veje, Turzó György mellett azt tervezték, hogy kolostorba küldik, de kegyetlen cselekedeteinek híre már mindenhol elterjedt, ezért úgy döntöttek, hogy szigorú házi őrizetbe tartják, közben haladtak az ügyjel. Erzsébet cinkusai nem voltak olyan szerencsések, mert Szentes Dorottyát és Jó Illonát a lehető legbrutálisabb módon végezték ki. Újjaikat egy izzófogóval kitépték, mielőtt élve elégették őket. Újvári Jánost életkorából adódóan sokkal kevésbé fájdalmas kivégzésben részesítették, mivel azt hitték, túl fiatal volt ahhoz, hogy megértse, mit csinált.
ezért lefejezték, majd a holttestét ugyanazon a halmon égették el, amelyen Dorottya és Jó is elégett. Majorova Erzsi, Erzsébet másik bűntársa, el tudott menekülni, de szökésben lévő élete nem tartott sokáig, mert elkapták és élve elégették. Utolsó bűntársa Katarina Benikká volt, közülük az egyetlen, aki kegyelmet kapott, mivel életfogytiglani börtönbüntetést kapott, miután bebizonyította, hogy ő is bántalmazás áldozata volt a többi nő részéről. Annak ellenére, hogy Erzsébet minden cinkosát bíróság elé állították, ő mentesült a tárgyalás alól. Ennek az az oka, hogy egy tárgyalás nagyon kínos helyzetbe hozta volna tekintélyes családját, és míg második Mátyás király nyilvános tárgyalást szorgalmazott, a családja ellenállt és mindent megtett, hogy az ne történhessen meg. Még az őt letartóztató Túrzó György is bűnösnek érezte magát, amiért elárult a halott barátját, Erzsébet félre ugyanis rábízta a feleségét, így a család mellé állt, és a házi őrizet folytatása mellett döntött. A bűntársai perei és kivégzései során kiderült, hogy Báthori Erzsébet több mint 650 embert ölt meg, ez a szám megdöbbentő, amivel végül megszerezte a Guinness rekordot az eddig legtermékenyebb női sorozatgyilkosaként, közel 400 évvel a halála után járta ez a földet. Amikor végül minden a perrel kapcsolatosan eldőlt, Báthori Erzsébetnek, akit nem lehetett kivégezni, mivel nemes volt, hátralévő napjait házi őrizetben töltötte a kastélyában. A házi őrizet módjára vonatkozó részletek változtak, mivel Túrzó György egykor azt állította, hogy Erzsébet egy téglafalú, ablaktalan szobába volt bezárva, de a papok, akik meglátogatták ez idő alatt, kijelentették, hogy szabadon mozoghat korlátlanul a kastélyban. Azt is állítják, hogy Erzsébet egyszer megpróbált megszökni, de gyorsan elkapták, és soha nem volt lehetősége újra próbálkozni. 1610. szeptemberében írta meg a végrendeletét, és minden jelenlegi vagyonát a jövőbeli örökségeken kívül mindet a gyermekére hagyta. 1614. augusztus 20-án az esti órákban Erzsébet láthatóan azt mondta az egyik testőrének, hogy hidegek a kezei, a testőr ekkor válaszolt, nincs semmi úrnőm, csak feküdjön le. Erzsébet, aki meghallgatta tanácsát, hamarosan lefeküdt, és ez volt az utolsó alkalom, hogy valaki élve látta őt, mivel másnap reggel holtan találták a földön. Erzsébetet először november 25-én temették el, Csejte templomába, de a falu lakossága felháborodást keltett, mivel nem akarták, hogy a grófnőt a temetőjükben temessék el, ezért a holttestét gyermekkori otthonába, Ecseden helyezték el, a Báthori kriptába. A mai napig senki nem tudja, hogy a holtteste valóban oda került-e, mert Erzsébet sírja állítólag üres volt, amikor 1938-ban megnyitották. Egyesek úgy vélik, hogy ennek az volt az oka, hogy később a Csejtei Vár templomának területén temették el, de mindkettőn a Csejtei Várban és a Csejtei templomban nem látható egy lehetséges sír és holttest holléte mai napig rejtély. A vérgrófnő esete az egyik legkülönlegesebb eset, amit valaha láttam, még közel 400 évvel halála után is sok minden nem tisztázott az életével kapcsolatban. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy Báthori Erzsébet összeesküvés elméletek áldozata volt, mivel úgy vélik, hogy II. Mátyás király Erzsébet férjének, gróf Nádasdy Ferencnek nagy összeggel tartozott, amit később Erzsébetre ruháztak át, férje halála után, és mivel a király nem akarta kifizetni az adósságát, neki volt a legtöbb indítéka, hogy hazudjon ellene. Sokan erre hivatkoznak, amiért a király felállította ellene az állítólagos vádakat, mint hogy Erzsébetet elítélné és elvenné minden vagyonát és földjét. Ennek az elméletnek a bizonyítására néhányan azt állítják, hogy ez volt az egyik fő oka annak, hogy felmentették a tárgyalás alól és házi őrizetbe vették, mivel a családja nyilvánvalóan beleegyezett Mátyás király adósságának törlésére, ha hagyja, hogy látótávolságon kívül és otthon élje le a napjait letartóztatása helyett. Mások hamisnak nevezték ezt az elméletet, mivel azt állítják, még abban is bűnös volt, hogy áldozatai vérében fürdött, mivel Erzsébet láthatóan azt hitte, hogy fiatal nők vére fiatalító hatású. Néhányan még azt is elmondták, hogy az általa megölt halott nők vérét itta, néha aranylombik segítségével, legtöbbször pedig közvetlenül a nyakukból. Akárhogy is, ezeknek az állításoknak a többsége jóval a halála után érkezett, és ezekről is bebizonyosodott, hogy eltúlzottak. Ahogy korábban mondtam, több mint 400 év telt el,
egy bizonyos őrült részleteket kellett hozzáadni, és bár soha sem tudhatjuk, melyik összeesküvés csoportnak kell hinnünk, vagy melyik mellé álljunk, azt tudjuk, hogy a fiatal női holttestek hatalmas halmai, amelyeket a kastélyban találtak, 100%-ban valódiak voltak, így minden tény arra enged következtetni, hogy Báthory Erzsébet valóban megfelelt a becenevének. A vérgrófnő, aki mindent megtett, hogy kielégítse szadista vérszomját. Még egyszer, mindennek a végén, ha van valami, amit mind Péter, mind pedig Báthory Erzsébet esete megmutatott nekünk, az az, hogy a valós vámpírok valóban úgy járnak közöttünk, mintha nem is rendelkeznének hosszú fogakkal. Az is lehet, hogy halálosan félnek a fokhagymától, de a morbid tették önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy bebizonyítsák, valóban azok közé tartoznak, akiknek el kell leírniük. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a lájkot, és ha szeretnél még hasonló horror animációkat látni tőlem, iratkozz fel a csatornámra, és nézd meg ezt a következő videót.